nem tekinti hírportálnak, így nem engedte be az önkormányzat egy internetes oldal fotósát egy rendezvényre Debrecenben. Arra hivatkoztak, hogy a portál nem regisztrálta magát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál. A sajtó pedig már is úgy kommentálta a történetet, hogy a vagy.hu a médiatörvény első áldozata, hisz az egész regisztrációs kötelezettség az új szabályozás egyik legvitatottabb pontja. Hogy mi is történt pontosan Debrecenben, és hogy mit is enged a törvény, arról a szóban forgó vagy.hu portál főszerkesztőjét, Porcsin Zsoltot és Vince Ildikó média jogászt kérdezem, és Porcsin Zsolt, ha minden igaz, akkor Debrecenből van velünk telefonon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi is történt önökkel konkrétan? Hogy kezdődött ez a történet? A Debrecen város bája, az a debreceni bári szezon nagy nyitó eseménye, ez gyakorlatilag a polgármester úr bája. Erről kívántuk tudósítani az olvasóinkat, és a fotóriporter, aki nekünk is dolgozik, az miután kiderült, hogy menni akar be a bárra, és hogy a vagy.hu-nak is adna fényképeket, ezután nem engedték be a rendezvényre. Arra hivatkozva, hogy nem vagyunk sajtótermék az ő szemükben, mert nem szeretnénk a média hatóság listáján. De ez csak hab volt a tortán, az önkormányzat már novemberben jelezte, hogy nem tekint bennünket sajtóterméknek ebből azokból kifolyólag. Ettől eltekintve milyen a viszonyuk a debreceni önkormányzattal? Konkrétan jelen pillanatban nincs viszonyunk, mert november óta megtagadtak mindenféle információt. Na de korábban, tehát önök hogy értékelik, hogy ez válaszreakció valami cikkre például, amit önök írtak, vagy már korábban elmérgesedett a viszonyuk az önkormányzattal? Én elmérgesedésről nem beszélnék, az persze mondjuk ilyenkor megegyezhető, hogy a Debrecenben működő médiumok között nem sok olyan van, amelyik itt kritikusan viszonyulna figyelni a önkormányzat, illetve a debreceni helyi politikusoknak a ténykedését. Mi ezen kevéshez tartunk. És ön úgy értékeli, hogy valójában ennek köszönhető, hogy ilyen szigorúan be akarják tartatni a törvényben említett regisztrációs kötelezettséget, vagy nem? Meg lehet, ők pusztán arra hivatkoznak, hogy nem szeretnénk a listán, mást ehhez megjegyzést nem fűznek. Köszönöm szépen, maradjon még velünk, és közben dr. Vince Ildikót kérdezem, hogy egyébként joga van-e az önkormányzatnak, vagy bárki másnak erre való hivatkozással, hogy az önkormányzat médiatörvényben valóban szerepel egy ilyen regisztrációs eljárás, bárkitől bármit megtagadni. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Valóban szerepel egy regisztrációs kötelezettség a médiatörvényben, és a médiatörvény alkalmatlanságát jelzi az is, hogy ez az eset megtörténhetett. A regisztrációs kötelezettség valamennyi sajtótermékre vonatkozik, a nyomtatott és az internetesre is. A sajtótermék fogalmát meghatározza a törvény, nagyon egyszerűen időszaki lap, napi lap, internet esetében pedig internetes újság és hírportál. Azt az apróságot azonban elfelejti a törvény meghatározni, hogy mit jelent az, hogy internetes újság, és az, hogy mit jelent az, hogy internetes hírportál. És ön szerint mit jelent? Hát, én magam is egyébként érintett vagyok az ügyben annyiban, hogy a felegyezben tulajdonosa vagyok egy médiajogi szakportálnak, és nekem is el kellett azon gondolkozni, hogy vajon a médiatörvény hatája alá tartozik-e, és vajon ez egy internetes újság, vagy internetes hírportál-e. Én magam arra jutottam, hogy ez egy internetes újság, de nem értek egyet magammal, nem vagyok meggyőződve róla. Ezek teljesen amorf fogalmak. Nagyjából egy 37 oldalas összefoglalót írt erről a médiatanács, és azt a honlapján megjelentette, hogy szerinte mit jelent az, hogy internetes újság és internetes hírportál. Azt kell mondjam, hogy ez nem jogforrás, amit megjelenik a médiatanácsnak a honlapján, mert nincs feljogosítva arra, hogy meghatározza ezeket a fogalmakat. És feljogosítva van-e az önkormányzat arra, hogy megpróbálja betartatni ezt a regisztrációs kötelezettséget? Igen, ez volna a következő, amire válaszolni szeretnék. Nincs feljogosítva rá. A médiatörvény betartatása az a médiatanácsnak a feladata. Megvannak erre a megfelelő módszerei. Adott esetben például, hogyha valaki a regisztrációs kötelezettségét elmulasztja, 1 millió forintos bírsággal élhet, de nem tisztázott, hogy az általános bírságolásokat is emellett használhatja-e vagy sem, mert nem zárja ki semmi a törvényben. Porcsin Zsoltól kérdezem közben, hogy önök egyébként miért döntöttek úgy, hogy nem regisztrálnak, hiszen az önkormányzat már tavaly év vége felé, sőt novemberben, ha jól tudom, figyelmeztette önöket, hogy ezt tegyék meg, és nyilván önök is tudják, hogy például pénzbírságra számíthatnak ebből az alkalomból, hogy nem tették meg. Magyarországon minden nyilvánosan működő online produkció utolérhető.
regisztrálni kell a domaint, azt mindenki megnézheti, hogy hol van. Mindenkinek van internet szolgáltatója. Ezeket a produkciókat valakik írják, szerkesztik. Azoknak a neve ott van. Ha nem ismertek a saját közegükben, akkor a népesi nyilvántartóban utolérhetők. Tehát, hogyha bármiféle törvénytelenséget követel egy internetes produkció, legyen az újság vagy más, akkor el lehet vele szemben járni. Minden egyes újabb regisztrációs kötelezettség, bejelentés, címek, telefonszámok, egyebek, adatbázisok építése, az visszatartó erejű, és nem igazán a nyilvánosságot szolgálja. Vince Ildikó, ezzel egyetért? Egyetértek vele, és nem vagyok egyedül az egyetértésemben. A nemzetközi médiatörvényt írt nemzetközi kritikák egy része is pontosan arra vonatkozott, hogy a sajtóregisztráció lehet egy olyan hatással, amely a sajtószabadságot, hát, mint ahogy láttuk is, valójában meg is sérti. Ez a sajtószabadság megsértését jelenti, hogy nem engedték be. De hát ezek szerint éppen mondta az imént, hogy erre a médiatörvény nem jogosította volna fel az önkormányzatot, tehát nem a törvényből következett az, hogy csak annak a rossz alkalmazása. A médiatörvény az nem hatóság, a média, vagyis az önkormányzat nem hatóság a médiatörvény szempontjából. De mondjuk például a Korúc Info története, az nem azt jelzi, hogy nem teljesen van ez így, ahogy az előbb Polcsin Zsolt mondta, hogy mindenki utolérhető, aki Magyarországon internetes újságot szerkeszt, és mindenki szabályozható, és mindenkiről pontosan tudni lehet, hogy kicsoda, és el lehet vele gyakorlatilag számolni, hogyha valami probléma van, hiszen ugye éveken keresztül próbálták a Korúc Infót különféle külföldi szervereken levadászni, és nem sikerült ugye az akkori hatóságoknak, és más újságok is vannak, és internetes oldalak, amik ugye Magyarországon kívülről működtetnek Magyarországon médiumokat, internetes tartalmakat, szolgáltató oldalakat, olyan módon, hogy nem tudjuk, hogy ki áll mögötte, és hogyha bármilyen sajtóetikai vétséget vét mondjuk, vagy ennél komolyabb dolgot is akár, akkor nem lehet feltétlenül olyan könnyen utolérni. Ilyen szempontból nincs logika ebben a regisztrációs gondolatban? Hát hogy lenne logika? Hát pont most cáfolta meg, hogy logika lenne benne. Ha logika lenne benne, akkor az egész világon mindenütt regisztrálni kellene, és akkor mindent lehetne tudni. Abban mi a logika, hogy Magyarországon megjelenő egyik tartalmat, azt vidáman, névvel, címmel, székhelyel együtt el lehet érni, míg a másik tartalma, ami ugyanúgy magyarul van, az praktikusan elérhetetlen. Nem olyan könnyű az internetet regulázni, ezt már nagyobb államoknak is beletölt a bicskája, vagy éppen beletörőben van. Inkább tartalom oldalról fognám meg, és csak azokat a részeket, amik annyira nyilvánvalóan sértik az emberi méltóságot. És akkor azt a keveset, azt érdemes elérni. Porcsin Zsolt, önök mit terveznek most ebben az ügyben, meg például akkor, hogyha a pénzbírságot is kiszabnak? Mivel ez az ügy csak azért lett most érdekes, mert a BÁR kapcsán országos nyilvánosságot kapott, mi már hónapok óta így dolgozunk, különösebben nem tervezünk semmit sem. Mi az olvasóinkat akarjuk szolgálni, és nem az önkormányzatot. Az önkormányzat szolgálatára van elég médium Debrecenben, mi nem kívánunk azok sorába lépni, folytatjuk tovább a munkánkat. Nem gondolom, hogy ilyen bizonytalan jogi háttérben azonnal jelentős pénzbüntetéssel kívánnának példát statuálni velünk, majd meglátjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, most híradó következik, és ezt nem várjuk Önöket vissza ide a stábban.